Köszöntelek benneteket szeretettel, és a mai napon a Szent Szellem megemésztő tüzéről és az elhívásunkról szeretnék egy kicsit beszélni nektek, hisz, ahogy a Máté evangéliumban le van írva a 10. fejezetben, a 7-esigében, hogy menjünk el szélesebb világra, és prédikáljuk az evangéliumot, mert elközelített Istennek az országa, és elhívást kaptunk, hogy tanítványokká tegyük az embereket, betegeket gyógyítsunk, halottakat támasszunk, ördögöket űzzünk, ingyen vettük, és ingyen kapjuk. Tehát azt mondja a Máté evangélium 10. fejezet 34-es ige versétől, és az az alcíme van, hogy aki elveszti az ő életét, én élettem, megtalálja azt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember, és az ő atya, a leánya és az ő anyja, a menny és az anyusa közt. Hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engem, nem méltó én hozzám. És aki inkább szereti a fiát, leányát, hogy nem engem, nem méltó én hozzám. De aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Aki, ez a 39-es igeves, aki megtalálja az ő életét, elveszti azt. És aki elveszti az ő életét, én élettem, megtalálja azt. Tehát, ha Isten elhív minket a Szent Szellem akaratában, engedelmeskednünk kell. Nagyon komoly ige, és nincs kompromisszum. Ezt egy megtérésben kell, ugye megtegyük, fel kell vegyük a keresztünket, és vagyis Istennek kell, hogy szolgáljunk, és ezt elszántságba kell, hogy tegyük. És ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz fel kell adnunk a régi énünket, mert addig nincs új élet, addig nem tudjuk, hisz a Krisztusba kerülünk, minden újjá lesz az életünkben. De nagyon sok mindent az idők folyamán fel kell, hogy adjunk, ha Istent akarjuk szolgálni. A Máté evangélium 16. fejezetére megyünk, 16, 24, 25. Ekkor mondta Jézus az ő tanítványainak, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az ő életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az ő életét, én élettem, megtalálja azt. Vagyis, addig nincs új élet, amíg fel nem adjuk a régit. Tehát egy új élet kezdődik az életünkben, miután újjászülettünk. Ha megnézzük a Lukács evangélium 14. fejezetének a 26-27 és a 33-as ige verse, Lukács evangélium 14. fejezet. Az az alcím, hogy ki lehet tanítvány. Megy vala pedig ő vele nagy csokaság, és megfordulván mondta azoknak. Ha valaki én hozzám jön, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, ez egy jelképes dolog, majd mindjárt megmagyarázom, és feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga életét is, nem lehet az én tanítványom. És ha valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jön, nem lehet az én tanítványom. Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nem, de először leülvén felszámítja a költségét, hogy van-e mi, mivel elvégezze. Nehogy minek után alapot vetett, és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdje őt mindenki, aki látja. Mert ezt mondván, ez az ember elkezdte az építést, és nem bírta véghez vinni. A 33-as igemes azt mondja, ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Tehát itt nem arról van szó, hogy mindent el kell engedjünk, és bármilyen gazdagságot és egyebet. Vannak értékes dolgok az életünkben, amit bizony
Hát el kell engednünk, ha tovább akarunk lépni Isten királyságába. A 33-as igevers pedig ugye azt mondja, ha búcsút nem vesz, még egyszer mondanám, búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Néha Isten megtesztel minket, és néha olyan dolgokat kér tőlünk, hogy egy magasabb szintre tudjunk lépni, hogy el kell engedjük, még akkor is, ha fájó. De Isten persze búsásán kárpótol mindannyiunkat. Tehát nem lehetsz elkötelezett Jézusnak, ha nem teszel le bizonyos dolgokat. És senki nem előzheti meg Jézust, ami elvonna téged Jézustól. Tehát erre mondja azt, hogyha nem gyűlöli meg apját és anyját. Vagyis, hogy ellent kell állni. Első helyre kell az Urat helyezni. És a János Evangélium 12:24-es fejezet, vagyis ige, János Evangélium 12. fejezet. Mindjárt rátérek a lényegre. János 12:24-26, csak előbb azért az igéket. 24-26. Bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag, el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt. Aki nékem szolgál, engem kövessen. Aki nékem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Aki nékem szolgál, megbecsüli az Atya. Vagyis valamit el kell veszítenünk, addig, amíg nem találjuk meg az újat, ugye a régit nem tudjuk természetesen elveszíteni. És miután megtaláltuk, Isten elvárja tőlünk, hogy haladjunk előre az ő útján. Ezek akadályok lesznek az életünkben, mert akadályt gördít Isten, és mi közénk az eddigi életvitelünknek a feladása. És azt mondja itt a Szentírás, hogy ha a földbe esett gabonamag el nem hal, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Tehát a boldogsághoz vezető út az, hogy hogyan járjunk az isteni fajta úton. És azon előre kell menni, mert ha nem előre megyünk, akkor lemaradunk. Nekünk az élet minden pillanatát kincsként kell megőrizni, és ajánlom, hogy ne várj arra, hogy amíg lefogysz, vagy meghízol, vagy megházasodol, vagy fizetésemelést kapsz, ne várj a szombatra, a vasárnapra, a tavaszra, a születésre, bármire, mert amíg te vársz, várakozol és tervezel, a boldogság elhalad melletted, és észre sem veszed, és elmulasztottad a megfelelő pillanatot. Nincs megfelelő idő arra, olyan értelemben, hogy boldog légy. Akár most is lehetsz boldog. Tehát ne tűzz ki magad elé célokat, hogy mikor leszel boldog. És ha ez vagy az történik, ne engedd, hogy a jövődet elrontsa, és a jelen akár örömödet és boldogságodat, hogy állandóan valamire várjál. Hajlamos az ember, a világ mindig valamire vár, beteljesül egy ígéret, akkor megy tovább újabb és újabb kívánságokkal. Az élet rövid ahhoz, hogy lemondjunk arra, hogy akár boldogtalanok legyünk, mert most valami nem sikerült az életünkbe, mert valami még nem jött valóságba, mert halogatott reménységeink van, majd ha. Felejtsd el ezt a szót, hogy majd ha, az a majd ha valamit kitol a jövődre, saját magadat meg kell arról győzni, hogy boldogabb az életed. Most itt, ebbe a házasságba. És nem akkor, ha jobb lesz, még akkor is, ha ez most. Próbálj meg ebben megerősödni. És nem akkor leszel boldog, ha első gyermek, és sorolhatnám, és a főnök, és egyáltalán. És ha ez megvan, úgyis jön a másik dolog az életedbe. Mert ha állandóan vársz valamire, és majd ha, akkor elégedetlenné fogsz válni ezen az úton, ahol előre kell, hogy haladjunk. És akár a gyerekeddel sem vagy megelégedve, mert tinédzser. Majd boldogabb leszek, ha már nagyobb lesz, és engedelmesebb lesz. Majd boldogabb lesz az életünk, ha megoldódik az anyagi problémák, ha jobb kocsink lesz, ha el tudunk menni nyaralni, ha nyugdíjasok leszünk. Hát egyáltalán nem gondolnám, hogy ettől legyen boldogabb az életünk. Az igazság az, hogy a boldogságra nincs megfelelő pillanat, mint ami most van.
valaki azt mondta nekem, hogy kérdeztem, elhívása van a szolgálatra, kérdeztem, hogy van-e szándéka kilépni, azt mondta, majd ha nyugdíjas leszek, van még vagy 10-12 éve a nyugdíjig, kitol bizonyos dolgokat. Az életünk mindig tele lesz megoldandó problémákkal. Valójában te döntöd el, hogy mindezek ellenére, hogy boldog leszel. Boldog vagy-e most? Azt kérdezem. Sokszor úgy tűnik, hogy mindig valaki megakadályozza a mi pillanatnyi örömünket, békességünket, és azt mondjuk, hát jó, majd ha ettől meg attól megszabadulok, ha ez meg az lesz az életemben, majd ha. Istennel nincs alkudozás. El kell tagadnod magad. Ez az igazság, ezt mondja a Szentírás. Ha szereted az életed, elveszted azt. Ha meggyűlöd a magad életét, a világon örök élet meg fog téged tartani. És ha az Atyát szolgáljuk, akkor mi ott leszünk vele, ahol ő van. És megbecsül minket az Atya. Tehát valamit el kell vetned, el kell engedni. Tehát ha a földbe esett gabonamag el nem hal, egy mag, és elveted önmagadat, az egy nagyon jó dolog lesz, mert valami új fog kikelni a helyébe. És meg kell tagadni magadat, nemet mondani magunkra. Nem az, amit mi gondolunk, és mit akarunk mit tenni, hanem amit Isten mond. Persze ez szelleminek kell lennünk, és valójában az igét is olvasni kell, és ismerni, hogy meghalljuk a Szent Szellem hangját, még ha meg is látogat minket, hogy a múltunkból valamit kiégessen, a Szent Szellem tüze, akár is mindjárt ki fogok erre is térni. Lehet, hogy hátat kell fordítani barátaidnak, javaidnak, lehetőségeknek. És ha Isten kér és megteszed, akkor mindig fogsz Istentől valami újat kapni. Tehát ez az első lépés, hogy tagadd meg magad. Mondj nemet a testnek a kívánságára. Mit akar Isten? Mit akar a Szent Szellem? És miután megtagadtad magad, a Szentírás azt mondja, ugye az előzőek szerint, hogy vessük el magunkat, vagyis vegyük fel a keresztet. És az egyik az, hogy ha meghalunk magunk, ez nem azt jelenti, hogy ha meghalsz magadnak, hogy meghalsz valójában. Isten semmire, de semmire nem kényszerít rá. Jézus önként ment fel a keresztre. Mi is önként megyünk, és a régi életünket elengedjük. Hiszen amikor újjászületünk Krisztus Jézusban, akkor új teremtésé válunk. És valamit elengedtünk, hisz az évek folyamán, amióta jártok ti magatok, a gyülekezet, vagy akik hallgatnak minket, a Krisztusban való járásunk bizony az életünknek mindig egy-egy útján, utcakaszán valaminek a feladásával jár. És azt, hogy elengedjük a régit, azt a régi berögzöltet, ami nem mindig volt bölcs, nem mindig volt jó, és Istennek a csodálatos jellemét felöltözzük, még elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Tehát a kereszt másik meghatározása egyrészt, amikor a te akaratod érvényesül, és Isten mit akar az életünkben, és esetleg keresztezzük egymást. Hát ezért mondta Jézus, hogy Uram, nem az én akaratom, a te akaratod legyen meg. A harmadik lépésünk pedig az, hogy maggá kell váljunk, ami a földbe esik. Jézus azt mondta, ugye a földbe vetett maga, hogy lemegy a földbe, és eltűnik szem elől. Valami eltűnik, el van temetve abba a nedves földbe. És a nedvesség azt a kemény héjat is lebontja. És ez a mag kapcsolatba lép a földdel, és a teremtő ott lévő tápanyagokkal, amely életet adnak. Egy idő múlva kibújik egy kis szár, ugye? Jézus mondta, ha a magot nem vetik a földben, ha az nem megy át egy elhalás folyamatán, akkor nincs új élet. Valójában ez történik a krisztusi életünkben. Sokszor a hernyó állapotát szoktam előhozni nektek, hogy ugye, ha megnézzük a hernyót, egy eléggé csúnya kis állatka, de aztán bebábozódik, és nem lehet tudni, hogy mi lesz belőle. És egy idő után, mikor leveti azt a bábot, akkor egy csodálatos lepke jön belőle elő, ami az egész világnak tetszik, tetszővé válik. Így vagyunk, mi is Krisztusba kerülünk. Nem mondom, hogy csúnyák vagyunk, de vannak olyan jelenvonásaink, amely sem magunknak, sem Istennek nem tetszőek, de Isten valami csodálatosat tud előhozni. Isten egy darabig foglalkozik velünk, és még nem tudjuk, hogy mivé leszünk, mert csak rész szerint van bennünk az ismeret. Utána aztán Isten kibontja, ahogy engedelmesek vagyunk és hajlandók Istennek, nem csak a földjavaival élünk, hanem elváltozunk dicsőségről dicsőségre.
Vagyis átmegyünk egy olyan folyamaton, amely új életet adott nekünk, és elváltozunk, és a környezet is csodálkozik. Hát gondolj az életedre, mint egy magra. És persze azt mondjuk, az én életem az én életem. És én úgy teszem, és úgy irányítom, ahogy én akarom. És a kezembe tartom az életemet. Hát igen, a mai társadalomban rengeteg a magányos ember. Még a fiatalok is el vannak szigetelődve. Ha megnézzük, beszorítják magukat a számítógépre, fülhallgatót tesznek a fülükre, és magányosak. Miért? Mert ragaszkodnak a kis magjaikhoz. Le van dugva a fülük, és ne halljanak, és a szemükkel sem látnak, és bizonyos dolgokat tesznek. De amíg te a kezedben van a te irányításod, az, és magányos akarsz maradni, Isten meghagyja neked. De amikor Krisztusba kerülünk, akkor Isten egy testbe teremt meg téged, és előhoz valami csodálatos változást. Ha akarod, Isten mindenben meghagyja a szabad akaratunkat. Ha azt mondod, Uram, az irányítást elengedem, az én életem hagyom, hogy a földbe essen, és menjen a földre, és hozzon elő valami csodálatos új életet, amelyel áldás lehetek mások, és önmagam számára is. És Isten meg fogja ígérni neked, és meg is ígéri itt, hogy ha elvetik azt a gabonamagot, és ha az elhal, akkor sok gyümölcsöt fog teremni. Erre van nekünk ma szükségünk. Hogy hatalmas gyümölcstermők legyünk, 30-60, 100 annyit teremjünk, és ezt a világ is profitáljon belőle, a családunk is, a környezetünk is, és a mi jó cselekedetenket látva, és a mi jellemünket, tudjuk, hogy sok követőnk lesz. Hisz az emberek olyanokat nem akarnak követni, akik ugyanolyanok, mint ők. Mindig egy jobb után vágyakoznak az emberek, akik követendő példát mutatnak, akár a jellemükkel, a viselkedésükkel, a cselekedeteikkel. Úgyhogy nekünk erre van szükség, hogy kiemelkedjünk a környezetünkből, példák legyünk példagyanánt, hogy sok követőnk legyen. És ehhez viszont a mi életünket kell hagyni, hogy a földbe essen, az a régi életünk, és újat hozzon. Tehát Isten megígéri nekünk, hogy egy új mag fog előjönni, és gyümölcsöt fogunk teremni. És hát ez csodálatos dolog. Ez a magvetés valójában, de ez hasonlít arra, ahogy a mi életünkben megtörténnek dolgok. Először is ugye megtagadjuk magunkat, felvessük a keresztünket, és magok vagyunk, ami a földbe esik, és megtaláljuk ezt az új életet. Ez egy csodálatos élet. Ha valaki belekóstol Istennek a csodálatos királyságába, az soha nem fogja elengedni, mert ennek van értelme. Ennek van jövője, ennek van előrelépése és áldása, és az örökségünk benne van, és az igazság megismerése szabadá teszi az embert egy bűnös állapotból, ha csak az üdvösséget tekintjük, a megoldatlan problémákból Istenre vetjük a gondjainkat, csodálatos dolgokat tud előhozni. Tehát meg tudod-e tagadni magad? Fel tudod-e venni a keresztet, azokat a dolgokat, amivel szembe kell nézni, hogy igenis el kell engedni. És el tudod-e vetni magad, amely a földbe esik. Miért esik a földbe? Hogy új élet jöjjön erre. Az új életben úgy jutsz elő, hogy Isten megteszi, amit kell. Tudjuk, hogy kegyelem szerint megtartattunk, és ez természet feletti. És amikor Isten kegyelmezettjei vagyunk, tudjuk, hogy az ember támaszkodik a saját képességére. De amikor Krisztusban járunk, és elértünk a teljesítő képességünk végére, akkor Isten képes arra, hogy ne a képességeinkben, hanem ő dicsőíti meg magát, és az ő képességei szerint cselekszik az életünkbe. Tehát amíg mi meg tudunk valamit tenni, nincs szükségünk Isten kegyelmére. Amikor a magot elvetettük, akkor megnyitjuk az ajtót. Isten természet feletti kegyelme elő. És ez csodálatos, mert valamit odaszánunk Istennek. Tehát az új életünk nagyon fontos, az új életünk hajtója és célja, hogy Isten akaratát megcselekedjük. És Jézus is azt mondta, hogy elvégzem a munkát, amit az Atyám rám bízott. Sőt, még élt is azt mondta, elvégeztem a munkát. Ő már hídben látta, hogy befussa azt a futást, amire Isten elhívta. Tehát aki Isten akaratát cselekszi,
Az egy nagyon jó dolog. A világ elmúlik, és minden törekvése el fog múlni, de a Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Így szól pontosan az ige, ez egy nagyon kedves ige, 1 János 2.17, a világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Hát a világ valóban elmúlik, hisz csak ideig, óráig tartanak a házak, a fák, és minden mulandó lesz. De Isten akarata az ige örök és élő. Az Isten akarata örökké megmarad. Az ige halhatatlanná tesz minket az örökké valóságra, az újjászületés által. És ugye örökön örökké a fiúhoz tartozunk. Tehát mi megcselekedjük az Atya akaratát. És ez nagyon jó dolog. Nekünk az új életünket a Szent Szellem vezeti, hisz akiket Isten szelleme vezére, azok Isten fiai. Úgyhogy nekünk fel kell növekedni, meg kell találni Isten célját és rendeltetését az életünkbe. Méghozzá azért, amit ez a csodálatos ígéret mond, hogy sok gyümölcsöt termünk. Majd is odaszálljuk az életünket Istennek, Isten valami csodálatosat hoz elő belőle, és az új életünknek valójában lényege egy személyes kapcsolat Istennel, Szent Szellemmel, a fiúval. És őt keresünk, és ő vezet, és ő visz minket ezen a csodálatos új úton, és az ellátásról is gondoskodik. Tehát keressük Isten országát, és az ő igazságát. Vannak kihívások ezen az úton, de senki sem állhat meg úgy, hogy ha nem tekint Istenre. Van, amikor valamit el kell hagynunk. Ahogy a tanítványok is mondták, hogy mi elhagytunk mindent. Hát Jézus azt mondja, hogy a megfelelő időben mindent megkapsz. Nem vagy áldozat. Ne gondold azt. Van, amikor valamit el kell engednünk. De Isten és mi közénk semmi, senki nem állhat. Tehát vannak megtántorgatások, hogy egy tesszalonikai levél, 3-3 azt mondja, hogy senki meg ne tántorodjék a ma szorongatások között. Mert ti magatok tudjátok, hogy mi arra rendeltettünk el. És a Szent Szellem fog minket tanítani és formálni. A mi Istenünk megemésztő tűz, és ha te oda szánod a szívedet, akkor szeretné, hogy a Szent Szellemtől legyél vezérelve. Megemésztő tűz Isten. Mit jelent ez valójában? Isten, tudjuk, hogy nem tud a bűnnel felvállalni közösséget, és fel akarja emészteni a bűnt az életünkbe. Mert ugye persze nincs tökéletes ember. Isten például Mózesnek egy égő csipkebokor képében jelent meg. Ha megnézzük, Isten pünkös napján tüzes nyelvek formájában ereszkedett alá. És a zsidó levél 12.29-ben is Isten megemésztő tűzéről olvashatunk. Tudom, hogy sokan közületek megtapasztaltátok ezt a csodálatos tüzet, amikor úgy éreztétek, hogy tiszta lázba vagytok, de mégsem voltatok lázasok. Gyakran az emberek, amikor ezt a forrosságot és melegséget érzik, akkor a Szent Szellem mozdul az életünkbe. Isten is segít nekünk megváltozni, amikor mi készek vagyunk, hogy elvessük magunkat, mint egy magot, és az a régi énünk meghal, és egy új élet jön elő. És az hitről hitre, szintről szintre egy növekedést és csodálatos dolgokat hoz elő. Tehát amikor Isten tűze meglátogat minket, erről azért tanítok, mert sokan nem is tudják ezt, hogy mit is jelent. Lázasnak érzi az ember magát, és belülről csupa láznak érzi. Egy bizonyos megértést kell kapnunk a Szent Szellemnek erről a munkájáról. Tehát van szellemi és gyakorlati oldala is Isten dicsőségének, és alapvetően, amikor Isten tűze meglátogat minket, akkor jó dolgok ezek, izgatottá válsz. És lehet, hogy vagy nem is érzed igazán, hogy mi fog most történni, hogy mi ég benned, hogy, de valójában a fizikai embered nem fog megégni. Valamit Isten megége. Valami olyat, hogy még jobban tudjunk érte égni. Volt egy időszak, amikor
voltak ilyen időszakok az életemben, amikor a Szent Szellem meglátogatott, és tudatosan már figyeltem, hogy Istenem, mit veszel el tőlem? Mindent odaadok neked, semmit nem akarok. Jön e világ Istene, és ne legyen bennem semmilyet, csak te legyél bennem. Ezt kértem Istentől, és kérem a mai napig is. És Isten hajlandó, ugye, és csodálatos Urunk van, meglátogat minket, elvesz bizonyos dolgokat belőlünk. És miért? Hogy még jobban égjünk Istenért, hogy még jobban tudjunk érte szolgálni, égni, és őt jobban megismerni. És a Szent Szellem, amikor ránk száll, akkor ki égeti belőlünk azokat a dolgokat, amelyek leterhelnek minket, elviszik az irányítást az életünkből. És a Szent Szellemre tudunk így figyelni, és nem keletkezik űr az életünkben, hanem az az űr, amit betöltötte az a régi énünk, Isten azt kiégeti, és az új teremtés egyre erőteljesebben bontakozik ki a szívünkbe, az életünkbe, a jellemünkbe. Tehát csodálatos Isten tüze, amikor rájön az életünkre, és kiégeti belőlünk, ami nem isteni természet szerint van bennünk. És a tűz után az marad valójában bennünk, ami Isten szeretne. És ezek jó dolgok. Tehát néha az emberekben Isten egy munkát végez el, és felkészíti őket, hogy őt szolgálják, hogy neki szolgáljanak. Lehet, hogy szolgálatot készít fel, hogy megszabaduljon a múlt káros befolyásától, akár félelem, akár kétség, akár harag, akár káromkodás, bármi, mi akadályozza, hogy betöltse akár az elhívását. Isten szeretné, hogyha valakit elhív, őt felkészíti arra a nemes feladatra, hisz ez egy nemes feladat és becses feladat, amikor Isten szolgáljuk. Tehát valamit el kell vetnünk, és elvesz tőlünk Isten. Persze mi is akarjuk, de mondom, van, amikor Isten felkészít minket avval, hogy neki szolgáljunk, hogy Isten tüze jön ránk, és hogy még jobban égjünk Istenért. Vagyis bármilyen próba jön, bármilyen nehézség, mi mindig előre megyünk, mert aki hátra felé kandikál, az megállt. Nekünk előre kell menni. Tehát Isten felkészít minket ezen a csodálatos útra. Amikor Isten tüze meglátogatja az embereket, akkor a szolgálatuk egyrészt új arculatára készít fel minket. És Isten elvégzi az életünkbe. Mindannyiunk életében vannak felesleges hulladék dolgok, amit Istennek ki kell égetni. És ez olyan, mint amikor az aranyműves, az aranyból kiégetik azokat a fémeket, amelyek nem odavalók, és az arany minél tisztább lesz, minél jobban kiégetik belőle azokat a fémeket. Tehát annál nagyobb lesz a karáta, annál csillogóbb lesz, annál lágyabb lesz az arany. Isten szeretne mindannyiunk életében foglalkozni azokkal a dolgokkal, amelyek minket nem építenek, és szeretné, ha az életedből elmennének ezek a dolgok. Isten fokozatosan, de lassan, nem azonnal, de dicsőségről dicsőségre kiégeti az életünkből azokat a dolgokat, amely nem odavaló. Ha megnézzük a Szentírást, az Ézaiás 4:4-ben van, találkozhatunk az igében a tűz szellemével. Ez ezért van, hogy néha, amikor a Szent Szellem rád száll, forróságot fogsz érezni. Néha pedig a tűzhöz hasonló érzést, és az ige azt is mondja az ítélet szellemét. Mert vannak esetleg undokságok az életünkben. És a Szent Szellem ezeket kiégeti. Úgyhogy hálát adunk Isten csodálatos dolgaiért, és azért, hogy amikor ez egy példa az Ézaiásnál, amikor Isten jelenlétébe kerülünk, akkor ő úgy érezte, hogy egy szennyel és undoksággal teljes ember. Hát amikor Isten jelenléte van, az emberek sírnak Isten jelenlétébe egy-egy alkalmon, amikor Isten leszáll, meglátogat minket. Miért sírnak? Mit gondolsz? Mert egy megtérő kenet van, Isten nem tud felvállalni a bűnnel. És az egy nagyon csodálatos és félelmetes dolog Isten jelenlétében lenni. Ha
szükséged van arra, hogy a Szent Szellem meglátogasson a megégetés, a kiégetés tűzébe. Hányan szeretnétek? Mindannyian. Mert szabadabbá válunk. És csodálatos érzés, amikor a Szent Szellem a tűzével meglátogat minket. És bár úgy érezzük, hogy lázasok vagyunk, és ez lehet akár a fejbe, lehet a kézbe, lehet a lábba, a test bármely részén lehet, nincs jelentősége, hogy hol jelenik meg. A lényeg az, hogy valamit kiéged belőlünk. És miért? Hogy a szívünk még jobban dobogjon Istenén, és Isten dolgaira fókuszáljon. Néhányan már megtapasztaltátok ezt a tüzet, ami a Szent Szellem munkája, és ez egy mély munka, mert az ember ezt erőteljesen érzékeli, és Isten kiéget dolgokat ilyenkor belőlünk. Néha meg szoktam kérdezni Istentől, ha meglátogat, már elég régen volt ez, hogy Istenem, milyen munkát végzel bennem? Mit is tisztítsz ki belőlem? Mi ez, Uram? Meg fogod tudni a helyes időben. Néhányan Isten szerinti szomorúság van rajtatok. Az út lehet, hogy elfogyott, és már váltani kéne egy jobb útra, mert mintha az autópályáról letértél volna egy mellékútra, most már egy egyenes úton kellene, hogy haladjál. Tehát vissza kéne térjél a helyes útra, a helyes időbe. Isten hosszú időn keresztül dolgozik rajtunk, és azok a dolgok, amelyeket ő szeretné, hogy feladja, szeretné, hogy megszabadulj tőle, hogy feladj. Isten a bűn ellensége. Van-e ilyen az életünkben? Persze. Van, amit már mi is szeretnénk feladni, de még ragaszkodunk valahol hozzá. És Isten a bárhol is megtalálja azt, ha a hívőnek a szívébe találja meg, azonnal megtámadja. És ez jó dolog, amikor a Szent Szellem megítél minket. És kiégeti belőlünk azokat a dolgokat, ami nem helyes és nem odavaló. Úgyhogy szeretnéd ezt a Szent Szellem tűzét? Fogunk imádkozni, hogy Isten szelleme rád szálljon, és kiégesse belőled azokat a dolgokat, ami nem odavaló, amit már régóta szeretne Isten. De ezt természetesen szeretné, ha te is akarnád. És biztos, hogy akarod. Egy időben én sokat imádkoztam ezért, hogy Isten látogasson meg a Szent Szellem által. Nézzük ezt az Ézaiás 4:4-et. Ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztítá belőle az ítélet szellemével, a megégetés szellemével, akkor teremni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé, és gyülekezetei fölé, nappal felhőt és ködött, lángoló tűznek fényességét éjjel, és az egész dicsőségen oltalma lészen. Hát ez csodálatos. Vagyis, hát a undokság, bármi, amit Isten undokságnak talál, néha mi magunk is, és eltisztítsa az ítélet szellemével. Hisz, ha megnézzük az egyenes 1:9-et is, néha bocsánatot kérünk, vagy néha, hát minden nap, ugye, nap lenne menjen a haragunkon, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsássa minden bűnünket, és megtisztít, ugye, minden hamisságtól. És itt azt mondja, ítélet szellemével, és a megégetés szellemével, hát csodálatos dolog, hogy minden, ami nem idevaló belénk, és a szívünkbe bizony írom a könyvet a szívről, hát nagyon sok olyan dolog van, ami nem odavaló a szívünkbe. És bizony itt az idő, hogy Isten Szent Szelleme meglátogasson minket, és kiégesse belőlünk. Hálát adunk Istennek és a Szent Szellemnek ez a csodálatos munkájáért, hogy a Szent Szellem megítél minket. Örülünk annak, hogy van a szívünk annyira lágy Isten felé, hogy hajlandók vagyunk ezt nem csak megengedni, hanem amikor jön Isten tűze az életünkbe, az megköszönjük, hogy kiégeti belőle mindazt, ami nem az ő természetéből való, amit meg már begyűjtöttünk a szívünkbe és az életünkbe. Azért, hogy ő teljességgel ki tudja tölteni a szívünket, és hogy tűzként tudjunk égni Istenért. Ez csodálatos, nem? Hogy együtt tudjunk égni érte. Tehát van úgy, hogy Isten ki akar belőle dolgokat égetni, hogy az ő tűzét tudja lángra gyújtani benned.
Sokszor kértem az Úrtól, és bizony meg is látogatott, hála és dicsőségnek, és köszöntem is mindig neki, és bizony nagyon sokszor rám száll Isten tüze, de csak úgy tudott rám szállni, és úgy tud rám szállni, hogy előzőleg valamit már elvett és kiégetett belőlem, ami nem odavaló volt, hogy tudjak égni az Úrért, és azt akarom, hogy te is meg tudod dicsőíteni itt a Földön, és a csodálatos Szent Szellem tüze szálljon ránk, úgyhogy nekünk arra kell tekinteni, hogy nagy szeretet kell ehhez, amikor Isten megtámadja ezeket a dolgokat, szeretetből teszi. És oltalom és védelem van Istennek az árnyékában, és szeretné, hogy te felnövekedjél, hogy növekedjél, hogy égjél érte. Sokszor felfedezzük azt, hogy nagyobb szeretet kell ahhoz, hogy valakit ne mentsünk ki azonnal a bajból. Mert valamikor a gyerekünknek is meg kell tanulnia, nem szabad a konnektorba nyúlni, mert meg fogja őt rázni. És addig, amíg nem rázza meg, nem fogja elhinni. Tehát van, amikor azonnal nem mentünk ki, Isten sem ment ki azonnal a bajból minket és a problémáinkból. Mert ha kihozna, akkor a növekedés nem segíteni elő az életünkbe. És nekünk viszont előbb-utóbb el kell jutni egy magasabb szintre. Mindig magasabbra és magasabbra, nem visszafele megyünk Isten királyságába. Isten királyságába hitről hitre, szintről szintre és dicsőségről dicsőségre növekedünk. Úgyhogy vannak szülők persze, akik azonnal kiszabadítsák a gyerekeiket, az anyai szív csodálatos, amikor a gyerek bajban van, ki kell menteni, hogy Isten őriz, hogy szenvedjen. Persze Isten is ilyen gyönyörű és csodálatos. Nem gyönyörködik a te szenvedésedbe, sem az enyémbe. De azt megtanultam néha bizony, hogy hagyni kell dolgokat, mielőtt valakit kimentünk. Akár a gyerekünket, vagy a családunkat. Minden zűrzavarba azonnal kimented, akkor erre fog ráállni az életébe. És ha magára marad, akkor nem tud megállni. És belekerül olyan helyzetekbe, ami fájdalmat okoz neki. Tehát kell hagynunk néha a gyerekek szívét, és Isten szívét is bántja, ha hagyja, hogy mi még egy kicsit szenvedjünk abban a helyzetben, amíg abból át nem tudunk lépni a Szent Szellem tüze által egy jobb helyzetbe, és kiégeti Isten. Tehát Isten nem gyönyörködik a mi szenvedéseinkbe, és nem hagy fejjebb kísérteni, mint amennyit elbírnánk. De Isten annyira szeret minket az Atya, hogy néha a szeretetben szükségünk van a tanításra, és a megértés és a bölcsességre, hogy az, ami minket nem épít, azt tovább már ne csináljuk, és azon az úton már ne haladjunk. Tehát a világban a megpróbáltatásokon megyünk keresztül, és ezt nem érted meg, akkor számos esetben az ördögöt fogod megdorgálni, mert azt gondolod, hogy tőle van. De lehet, hogy valójában te magad engeded beleesni magad ebbe a helyzetbe. Persze Isten előbb-utóbb csodát fog végezni, és kidolgozza az életedbe, ha keresztül mész. Akár a tűzön, néha pusztáról szoktam beszélni, szóval a pusztában az ismeri meg az ember a legjobban Istent, és Istenhez a legközelebb kerül, és a pusztában tudjuk meg, hogy Isten mennyire valóságos, és mennyire igaz. A pusztában tanultam meg azt, hogy Isten mennyire velünk dolgozik, hogy soha el nem hagy, amikor mindenki elhagy minket. De Isten csodát tud kidolgozni az életünkbe, amikor mi átmegyünk egy tűzön. Van, amelyik elég a munkánk. De Istennek a Szent Szellem, amikor minket meglátogat, akkor olyan dolgot fog kiégetni, amely nem használta már az életünket, és nem hozott sok jót az életünkbe. Inkább visszatartó erő volt, és a múltunkból hoztuk, vagy berögzött rossz szokások. És utána sokkal jobban tudunk égni Istennél, sokkal jobban tudjuk őt szolgálni. És ez az igaz szolgálat, ez az igaz keresztény élet, hogy ne képmutató módon szeressünk, vagy a szeretet ne képmutatás legyen az életünkben, igaz módon, és ezt a Szent Szellem tudja lebontani bennünk ezeket a dolgokat. Ha megnézzük, József csodálatos volt, ugye az Ószövetségben testvérei egy mély kútba dobták, és hát az Úr azonban mégis megtartotta őt. Végig a börtönbe.
Nem volt bölcs, mert a testvéreinek elmondta az álmot. Nem alkalmazta a bölcsességet. Vagyis, ha te nem éltél Isten bölcsességében, lehet, hogy amikor a Szent Szellem komolyan figyelmeztetett minket. Volt ilyen. Nem egyszer, ne menjünk arra az útra. Mégis elmentünk. Hó, máskor is ott voltunk. És hogyha valaki kért, hogy ne mondjunk dolgokat, ne tegyünk dolgokat, és mi mégis tettünk. És a Szent Szellem valamire nem vezet, csak ami hitből van, csak ami a Szellem vezetésében van. Ez a legbölcsebb dolog, Isten akaratában maradni és megcselekedni, amit ő akar. Mert ha nem azt tesszük, és nem a Szent Szellem vezet, ami nem hitből van, bűn. És a bűnt Isten felemészti, és bajba kerülünk. És miért vannak a problémáink, a problémáid, a kapcsolataidban? És az Istennel való kapcsolatban elsősorban, mert most itten arról beszélek, Istennek hatalmas tervei voltak Józseffel, és veled is tervei vannak. Hát Józsefnek a bőstelensége miatt nagyon rossz dolgokon, és hosszú ideig kellett, hogy keresztül menjen. És azok nem voltak kényelmes dolgok. Tudjuk, hogy csodálatos volt a hozzáállása, előre tekintett mindig. És persze nem az a lényeg, hogy milyen helyzettel szembesülsz most, mert tudjuk, hogy József aztán mindenek fölé került pozícióba, mert Isten vele volt. A Biblia azt tanítja, hogy amikor te tűzön mész keresztül, te nem fogsz elégni. Ez garantálja Isten. Te ebben nem fogsz belehalni, de valami meg fog változni. És valami felesleges hulladék, bocsánat, majd van olyan dolog, ami az életedet már nem építette. Ki fogja a Szent Szellem égetni? És csak belülről fogsz megváltozni. És jelenbeli változás fog előjönni, ami Isten tetszésére lesz, és a te tetszésedre is. Mert könnyebbé válsz, mert meg fogsz szabadulni dolgoktól. Tehát a gyülekezetnek sem kell siránkozó, panaszkodó, kesergő gyülekezetnek lenni. Isten egy magasabb helyre helyez minket. Van, aki állandóan panaszkodik, hogy kevesen vagyunk. Hát ez is relatív. Van, akinek a kevés is sok. Yeah. És köszönjük Istennek, hogy ennyien is vagyunk. És hálát adunk Istennek mindenért. Tehát a dolgokhoz, amit kimondasz, azt ugye, azt a szíved teljességéből mondod. Nem bölcsen beszélsz néha, túl gyorsan határozol, és túl gyorsan beszélsz. Kicsit lassabban kéne lenni a beszédre, néha egy kis szóbőtöt kéne tartani. Inkább gyorsnak kell lenni a hallásra, lassúnak a haragra, és bizony döntést kell hoznunk az életünkbe. Isten azt akarja, és azt mondja, hogy persze legyen meg a te utad. Ha te így akarod, legyen meg a te gyümölcsöd. De akkor nem vetetted el az életedet, hanem mit vetettél? Testet vetettél. És a testből vetett gyümölcsök ugye nem túl jóak. Nekünk szellemből kell vetni. És Istennek meg kell tanítani minket, hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyen legyünk, hogy a megfelelő helyen szóljunk, hogy ne terheljük le a családunkat, hogy ne terheljük le a környezetünket, ne beszéljünk annyit, és ráadásul olyan dolgokat, amelyek nem építenek minket. Erre van szükség, hogy Isten ezt kiégesse, akár a kevésséget, a büszkeséget. Arra van szükséged, hogy halljál a Szent Szellemtől. Isten szeretné, hogy a tűze a mi szánkon keresztül is a világra kimenjen. A Biblia foglalkozik a szájjal. De hány ember hallgatja meg Isten igéjét? Hány ember olvassa valójában a csodálatos igazságot? És Isten igéjéből sok mindent meg tudunk tanulni. Úgyhogy Isten már régóta foglalkozik veled, és ha mond valamit, és nem teszed meg, akkor engedetlenség van az életedben. És talán azért akadtál fenn, és azért álltál meg. Tehát Isten egy ideig megvéd, de van, amikor visszalép. Azt mondja, jó, rendben van. Szóljál, amit akarsz. Nyisd meg a szád, és meg lesz a gyümölcse. És cselekedd meg, és annak is meg lesz a gyümölcse. És ez nem jó helyzet. Neked szellemből kell vetni, hogy szellemben tudjál aratni. Úgyhogy a Szent Szellem tüze csodálatos. És Isten programjába bekerülni, nagyon jó dolog. Lehet, hogy eddig semmi nem működött az életedben. De amikor Isten programjába bekerülünk,
Valójában minden embernek van valami programja. De én szeretném mondani, ne haragudjatok, Isten nem érdekli a mi programunk. Persze van, amit meghallgat, de Isten azt szeretné, hogy mi azt végezzük el, amit ő akar. És úgy cselekedjük, ahogy ő akar, hogy hajlandók és engedelmesek legyünk, hogy szeretetbe járjunk, hogy megbocsássunk. Tehát Isten a dicsőség oszlopával vezette nappal a zsidókat, éjjel pedig tűzoszlopba. De nem tud Isten dicsőítése menni, és a tűz nem tud menni, ha te nem vagy hajlandó követni. Isten tűzét üdvözülni kell az életünkbe. És köszönjük is Istennek, ha meglátogat minket, mert Isten ezeket a hulladékokat kiégeti, ahogy az előbb mondtam. Ha veszel egy autót, azt viszonylag hosszú ideig szeretnéd használni. De tudnod kell, hogy időről időre alkatrészcserére, vagy olajcserére, ellenőrzésre van szükség. Ugyanígy a mi életünkben is. Isten újjászületett, a bűneinket olyan messzire veti el, amilyen messze a kelet a nyugattól van. De időről időre velünk is kell foglalkozni. Nem állhatunk meg a fejlődésbe. Tehát Istennek hányszor kell foglalkozni a te száddal, a te gondolataiddal, a te cselekedeteiddel. Tehát Isten szeretné meggyőzni a szívünket. És ennek a tűznek egy része az ige, Isten igéje, a Szent Szellem ereje, a Szent Szellem tüze. A példabeszédekből mindenkinek javaslok egy fejezetet. Boldog megtapasztalást fog hozni. Mi történik, mikor makacskodunk? Akkor a szeretetünk is makacs lesz. És Isten is megmakacsolja magát. Mert Isten egy féltékenyen szerető Isten. És ne ragaszkodj a régi dolgaidhoz. Engedd, hogy a tűz megemészze a múltat, az akadályokat az életedbe, a gondolataidat. Mert a te gondolataid nem az ő gondolatai, a te utad nem az ő útjai. Úgyhogy ne légy olyan, mint egy csikó, akit nem lehet betörni. Jobban teszed, ha odaadod a szívedet a Szent Szellemnek. És ismerd el, én Istenem, én most ezt a problémát nem tudom megoldani. Nem tudom megoldani, Uram. Sem a körülményeimet megváltoztatni. Ezért kérlek, Istenem, tedd meg te, amit meg kell tenni. És így fog követni Isten dicsősége. De addig nem tud a dicsőség követni téged, amíg a tűz el nem végzi a munkát. Isten tűze kell, hogy leszálljon ránk. Addig nem tud Isten dicsősége követni. Még egyszer mondanám, amíg a tűz el nem végzi a munkát. Isten mindenkinek egyenlő lehetőséget ad, és mindenkinek ad egyforma elhívást, de mindannyiunknak az az örökségünk, hogy társörökösek vagyunk Krisztus Jézussal. Tehát megvan a jogod. A megigazoltságra elsősorban, az örömre, az egészségre, a szükségeid betöltésére, és arra, hogy Isten használni tudjon. Egyenlők a lehetőségeink. Egy szinten indulunk el, ugyanazzal a hittel, az üdvözítő hittel lépünk be Isten királyságába. Isten mindenkinek odaadja a hitnek a mértékét. És Isten szeretne téged használni. De a te akaratodnak nagyon sok köze van a te életedhez. Isten vezetni fog. Kihoz az űrzavarból, ha engeded. Sok példát lehetne erre hozni. Tehát kérlek, hogy ne csak magadra gondolj. Mert ha mindig magunkról szól minden, akkor másnak nem tudunk semmit adni. Néhányan szeretnék bezárni a másik szeretetét, és csak magukra ölelni, senki mással ne foglalkozom, csak velük. Nem. Isten szeretete kiárad az egész világon. Ő az egész világnak elküldte az egyszülött fiát. Jézus mindenkiért meghalt. Tehát legyél hajlandó és engedelmes, és kerülj ki magadból. Ez az egyedüli birodalom, az én problémám. Hát akkor kell legyen benned egy képesség, hogy te old meg a te problémádat. De Isten a legjobban tudja megoldani. Add az Úrnak, éges ki, Uram, mindent, ami nem épít, ami nem Isten királyságát szolgálja, mely nem az én gyümölcseimet fejleszti és növeli. Erre van szükségünk ma. A Szent Szellem meglátogasson. Nagy haragú ember büntetés szenvedjen. Kiabálás, ordítódás hova fog vinni? Ha? Hova fog benneteket vinni? Kedvesem. Szeretett atya, fia. Sehova. Sajnos azzal nem oldunk meg semmit. Bár meg tudnánk oldani, akkor mindenhol rend lenne. De nem tudunk. A szeretet épít. Ez az igazság.
Úgyhogy nekünk szeretetbe kell lenni, ne essünk vissza a világba, a világ dolgaiba, ne kös kompromisszumot. És ez egy figyelmeztetés ma mindenki számára. Tehát felfedezted, hogy a világban nem kapod meg azt, amire szükséged van? Ha sokáig a világba tartózkodsz, akkor Isten jelenlététől távolodsz, és megkeményedik még jobban a szíved. A kemény szív, ugye, az nem tud Istennel együtt mozdulni. Amikor Isten mozdul, célja van. És ezért megvan a felelősség arra, hogy amikor Isten meglátogat a jelenlétével, mert Isten nem játszik játszmákat. Amikor ő előhozza az ő erejét és jelenlétét, és itt van Isten félelme, akkor felszerel minket. Isten félelme szállt le. Felszerel minket valamire. Azt akarja, hogy jó és kedves életet éljél. Hogy jó gyümölcsöket hozzál. És jó időket töltsél. Isten azt akarja, hogy jó életed legyen. És Isten azt is szeretné, hogy vannak dolgok, amivel nem kell, hogy foglalkozzál. Add neki oda. Ez nem a bűntudat felgerjesztése. Akik Istent keresik, azok rendszeresen az ő jelenlétébe mennek. És Isten akaratába vannak. És most azokhoz beszélek, hogy talán van, aki kompromisszumot kötött, inkább a világ felé. Azt mondja, hát ez túl nehéz nekem ez az élet. Sokat kíván tőlem Jézus. Ez nekem erőfeszítésbe kerül, az ima, a megváltozás és egyéb. Feladni mindenemet, feladni a tévémet, feladni a világot, feladni ezt, feladni azt. De azt nem mérlegelik, hogy mit kapnak helyette. Hogy milyen csodálatos dolgot. Hogy Isten bőven jutalmaz meg minket, amikor az ő élete el van bennünk rejtve. Ez egy hatalmas kegyelem mindannyiunknak. Isten szól hozzánk, és kihoz, amit minket. És ez mindig szeretett teljes dolog. És ez az az óra, amikor elvárja tőled is, tőlem is, hogy ne tartózkodjunk az ördög területén, ahol megkínoz minket. És végig tapos rajtunk. Mert a világban vagyunk. Mert világiak vagyunk. Mert világiakká váltunk, és világi a gondolkodásunk. Isten ékességet akar nekünk adni amúgy helyett, hogy az Ézaiás 61:3 mondja. De Isten nem tud ékességet adni és dicsőséget adni amúgy nélkül. Amúgy pedig nem jön az életre, az életünkre tűz nélkül. Vagyis a szent hamuról beszélek most. Isten azt szeretné, hogy úgy menjünk elé, mint megszentelt áldozatok. Vagyis odaadtuk az életünket. Oda szántuk az életünket. És ha mi Isten házába akarunk lenni, és élni is Isten akaratába, akkor Isten folyamatosan fog szólni. Megköveteli a szentséget az életünkbe. Ez valamit tőlünk el fog venni, időről időre. Isten elvár tőlünk valamit. Ez néha nehezére esik az embernek, amikor régi, berögzött dolgokat kell elengedni. Néha még értékes dolgokat is el kell engednünk. De Istenért megéri. Nincs olyan, aki százannyit ne kapna vissza ezen a világon. A Szentírás erről biztosít minket. Természetesen benne van az üldözés, benne van a próbák, de százannyit ne kapnánk vissza. Kapcsolatokat, embereket, atyafiakat, apákat, anyákat, testvéreket, fitestvéreket, nőtestvéreket. Tehát a megszentelődés egy csodálatos, értékes dolog. És amikor feladunk valamit, helyette nyerünk valami nagyon értékest. Helyette mindig Istentől kapunk valamit. Akkor valamit feladunk a testből, valamit feladunk az életünkből, akkor Istentől kapunk valami csodálatos. És Istentől mindig jó és tökéletes ajándék jön. Mert felülről az igazság atyától csak jó és tökéletes ajándékot kaphatunk. Semmi gonoszat, semmi rosszat, semmi jót nem fog elvenni az életedből, ami értékes. Természetesen vannak dolgok, amit te értékesnek tartasz, de mégsem építő jellegű. Tehát félre kell tenni az életünkből bizonyos dolgokat, vagyis el kell engedni. És ha a Szent Szellem meglátogat, akkor ezt követni kell, és meg kell köszönni. És az ördög harcol azért, hogy Istennél félretegyél időt. Hogy ne keresd őt. Hogy ne tanulj meg félretenni időt. Hogy ne tudjon Isten tüze meglátogatni. Hogy beléd tudja árasztani azt a csodálatos szeretetét. Hogy égni tudjunk az Úrért. Ez egy csodálatos dolog, amikor az Úr szeretete
lángra lobbantja bennünk a tüzet és a szeretetet, és ezt a világ érzi, és a világ ránk tekint, és ehhez valaminek ki kellett égni, valamit el kellett, hogy engedjünk az életünkből. És az nem épített minket, mert az olyan lobbanékony volt, olyan volt, hogy nem épített, haragot gerjesztett, rosszat gerjesztett bennünk, rossz érzést gerjesztett. Isten soha nem ad ilyen ajándékot nekünk. Isten jó ajándékot ad, szeretetet, örömet, békességet, béketűrés, szívességet, jóságot, hűséget, szelítséget, mértékletességet. Engedjétek, hogy ez a tűz meglátogasson benneteket. Úgyhogy adj időt Istennek. Mert ha nem adunk időt, persze szeretnénk, hogy kiégjen belőlünk valami, de ha nem teszünk valamit érte, akkor Isten sem tud semmit tenni értünk. Mindig vetnünk kell először, ahhoz, hogy tudjunk aratni. Tehát, amíg a föld lészen, vetés és aratás lészen. És nekünk vetnünk kell. És ebben az esetben nem más a vető és nem más az arató, hanem Isten csodálatosan elveszi tőlünk, és az ő szeretetét veti be belénk. Isten belénk ülteti az ő szerelmét, szeretetét, és az ő hozzávaló bizodalmat, és azt, hogy örökkön-örökké szeressük őt, és kívánjuk az ő jelenlétét. Mert az ő jelenléte csodálatos. Az ő jelenléte különleges, és irgalmas. És erre szükségünk van. A világ szükölködik ebbe, és a világ szeretné megtalálni valahol már ezt, és bennünk megtalálhatja, hajlandók és engedelmesek vagyunk. Hát szálljon le ránk a Szent Szellem tüze, és jöjjön és égesse ki azt, ami visszatart attól, hogy Istenért égjünk, hogy Istent imádjuk, hogy Istent szolgáljuk, feltétel nélkül, hitben és szeretetben, kitartással, és hogy kitartással menjünk úgy előre, örömmel, ahogy Jézus ment a keresztre. Nekünk nem kell a keresztre menni, de bizonyos dolgokat le kell tenni. Fel kell vennünk egy keresztet, ami néha az ellenség vagy a nem szeretett testvérek és egyebeknek a nehézségei. De a szeretet minden vétket elfedez. Tehát fel kell venned valamit, de valamit el is engedsz. Valami meghal. És ezt Isten képes arra, hogy kiégesse belőle. És köszönet ezért Istennek. Hálát adunk. Tehát Istennek az a terve, hogy te egy dicsőt és jó tervet éljél az életedbe, és az ő dicsősége irányítsa az életedet. De ahhoz, hogy az ő dicsősége irányítson, előbb a tűznek valamit el kell végezni az életünkben, hogy Jézushoz hasonlóvá váljunk. A dicsőség azt jelenti, hogy Isten titkai megnyílnak a számunkra, és fizikai síkon is láthatunk bizonyos dolgokat Isten királyságából. Tehát Isten csodálatos dolgait szellemi értelemben megmutat nekünk. Ő szélességéből, hosszúságából, mélységéből. Köszönjük ezt a kegyelmet, és kérjük Istent, most imádkozni fogunk, hogy látogasson meg minket. Drága mennyei Atyám, a Názáreti Jézus Krisztus szent nevében köszönjük neked, Uram, a te mindenható kegyelmedet. Köszönjük, Uram, hogy örök életet kaptunk, hogy halhatatlanok vagyunk, de nem állunk meg itt, Atyám. Nem állunk meg az üdvösség üzeneténél. Nem állunk meg ott, hogy üdvözöltünk. A megszentelődés folyamatába odaszálljuk a testünket, élő szent Istennek kedves áldozató. Elvetünk, Uram, dolgokat, hogy a múlt meghalljon, a régiek elmúltak, hogy új jöjjön elő. Kérlek, Atyám, a Szent Szellem hatalmas tüze látogasson meg minket. Tüzet, tüzet kérünk, Uram, azokra a dolgokra, amelyek nem építenek minket. Köszönjük, hogy a Szent Szellem ránk jön, és kiégeti, Uram, mindazt, ami akadályozza és gátolja, hogy érted, égjünk, hogy veled lépjünk, hogy veled alkossunk, hogy veled tehessünk dolgokat. Köszönjük a Szent Szellem hatalmas tüzét, a Szent Szellem hatalmas erejét, Uram, a Názáreti Jézus szent nevében. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy a te tüzed jön ránk, és kiégeti mindaz, ami meg kell a világhoz, a környezethez, és azokhoz a dolgokhoz, amely nem épít minket. Uram, kijelentjük, hogy meg akarunk szabadulni, hogy minden keménységét a szívünknek vedd el, a Szent Szellem tüze jöjjön ránk, és égesse ki,
mert érted akarom kégni. Még jobban, készíts fel, Uram, a következő napokra, a következő szolgálatra, és arra az életre, amelyre elhívtál, hogy be tudjuk futni a futásunkat, Uram. Erősíts meg mindannyiunkat, Uram. Köszönjük a Szent Szellem tűzét. Látogass meg minket, Uram, a Jézus nevében. Jézus nevében. Kérjük a tüzet, a drága Szent Szellem. Meg akarunk szabadulni bizonyos dolgoktól, amelyek nem építenek, amelyek nem használnak. Látogass meg, égess ki. Égess ki belőlünk, Uram. Érted akarunk ki? És köszönjük ezt neked. A Jézus nevében. Amen.